Anyázás a parlamentben. Kemény szópárbaj volt a parlamentben a családon belüli erőszak témájának vitájában Varga István fideszes képviselő felszólalása után. Ő azt mondta, hogy a nőknek vissza kellene térniük a gyereknevelés mellé. Szülniük 2-3 vagy inkább 4-5 gyereket, és akkor lenne értelme annak, hogy a családok jobban megbecsülik egymást, és fel sem merülhetne az otthoni erőszak. A témáról azért tárgyalt a parlament, mert egy civil szervezet több mint 100 000 aláírás gyűjtött össze, azt kérve, vitassák meg, legyen-e önálló büntetési tétel az új büntető törvénykönyvben a családon belüli erőszak. Elképesztően méltatlannak tartjuk azt a helyzetet. Az ellenzék már azon felháborodott, hogy a házelnök este 10 óra körüli időre tűzte ki a népi kezdeményezés vitáját, amelyen mindössze 7 kormánypárti képviselő vett részt. Köztük Varga István fideszes képviselő. Ő azt mondta, a BTK eszközeit nem érdemes alkalmazni a családon belüli erőszak esetében. Talán a anyáknak vissza kellene térni elsősorban a gyermeknevelés mellett, és elsősorban azzal kellene foglalkozni, hogy ebben a társadalomban ne egy vagy két gyermek szülessen, hanem 3, 4 vagy 5 gyermek, és akkor lenne értelme annak, hogy jobban megbecsülnénk egymást, és fel sem merülhet a családon belül erőszak. A fideszes képviselőnek ennél a mondatánál szabadultak el az indulatok. Az ellenzéki képviselők szerint megengedhetetlen és visszatetsző a fideszes politikus gondolatmenete. Sokkal inkább az ilyenfajta gondolkodásnak és magatartásnak van köze a családon belül erőszakhoz, akik azt képzelik, hogy egyébként a nőknek az a feladata és az a szerepe, hogy otthon a gyereket nevelje, vasaljon, és hogyha a férj hazaérkezik, akkor kibontsa neki a sört. Szerintem ezen a mentalitáson kell változtatni. Önök gyávák, úgy tesznek, mintha ez a probléma nem létezne. Az LMP szerint felháborító, hogy hiába írta alá 103 000 ember a népi kezdeményezést, a kormánypárti politikusok soviniszta módon állnak hozzá a javaslathoz. Én úgy gondolom, tisztelt KDNP-s képviselőtársaim, hogy ez nem egészen az a keresztényi hozzáállás, ami egyébként elvárható lenne önöktől. Az, hogy mi milyen KDNP-sek vagyunk, nem hiszem, hogy az LMP elvárásainak kéne megfelelnünk. A vita személyeskedésekbe torkollott, amikor a fideszes Varga István újra szót kért, és azt mondta, mindennek az oka a női emancipáció. Magyar termékenység jelenleg a legalacsonyabb közé tartozik Európában, sőt az egész világon. És hogy a női szülőképeskor egyre inkább kitolódik, és a nők önmegvalósítás és emancipáció közben elfelejtenek gyermeket szülni, ez egy nagyon fontos társadalmi probléma. Ennél a pontnál szólalt meg az MSZP-s Lendvai Ildikó. Ő azt mondta, a hangnemnek és a késői időpontnak egyetlen üzenete van. Kisanyám, neked nem osztottak lapot. Pedig messze nem erről van szó, nem lenne szabad, hogy erről legyen szó. Varga István fideszes képviselő vagyonnyilatkozatából nem derül ki egyértelműen, hogy nőse. A vagyonnyilatkozat elejére ugyanis nem írta be a felesége nevét, de később a családi állapotára vonatkozó kérdésnél már azt válaszolta, hogy házas. Közben a képviselőből egyetlen éjszaka alatt igazi mém lett az interneten. Ezek a családon belüli erőszakkal és a gyerekszületéssel viccelődnek. Egy másik szerint pedig azért engedték el a baltásgyilkost, hogy otthon Azerbajdzsánban családot alapíthasson. De van olyan mém is, ami az Isten, haza, család mondatot fogalmazza át, és adja a fideszes politikus szájába.